Köszöntöm a téma nézőit. Átadták, illetve felavatták Hinfi Ferenc atya szobrát, a díszkútként működő műalkotásról fogunk a mai műsor második felében beszámolni. Az alkotóval is beszélgettünk, illetve megnézzük azt, hogy mi minden történt ezen az ünnepségen. Előtte azonban egy teljesen más téma, méghozzá Rotary Klub Szolnok. Mert hogy módszertani vásár tartott hétvégén a Rotary Klub Szolnok, és hát a rendezvény célja, hogy a különböző jó gyakorlatokat a ország különböző klubjai bemutassák egymásnak, ezekből lehet tanulni, illetve hát megismerjék, ha esetleg még nem ismernék egymást, valamint bemutassák a Rotaryt másoknak is. És hát a Szolnoki soros elnök itt ül szemben velem, Szeglédi Sándor. Jól mondtam én azt, hogy ennek a módszertani vásárnak igazából ez a lényege. Nagyon beszédes a címe, pont erről szól a módszertani vásár, amit klubtársaim találtak ki 10 évvel ezelőtt. Ez a szolnoki ötlet volt, aztán most néhány évig pihent a projekt, és az idén a kormányzón kérte, hogy rendezzük meg, szervezzük meg ezt a módszertani vásárt, ami által a Rotary közösség az egész ország klubjainak a legjobb módszereit, amiből lehet egymástól tanulni, azokat át tudjuk adni egymásnak. Ha ez szolnoki kezdeményezés, akkor ez azt jelenti, hogy csak Szolnokon van ilyen módszertani vásár, vagy innen indult, és azért ezzel lehet találkozni másutt is. Ez a módszertani vásár innen indult, aztán általában úgy szokott lenni, hogyha valaki kitalál valami projektet, akkor annak megmarad gazdájának. Néhány évig ez most szünetelt, és most ismét összegyűltek olyan ötletek, módszerek, amiket érdemes volt egymásnak átadni. Elképzelhető, hogy a következő időszakban ez rotálni fog majd, hogy a ország másik felébe visszük ezt a projektet, hogyha arra is kitekintést nyerjünk. Ilyenkor itt van, de akkor kérdezem, itt volt a lehető legtöbb, vagy mindenki, minden klub? Aki tudott lenni, az itt volt. Több mint 50 klub működik az országban, a nagyvárosok környékén. Ebből 32 klub tudta magát képviseltetni. Több mint 80-an voltunk a rendezvényen. Volt ifjúsági módszer is, amit megtanulhattunk. Nagyon eredményes volt a program, ráadásul a Szolnok egyik leglátványosabb helyszínén, a Reptárban tudtuk ezt megszervezni. Ennek a képeit látjuk egyébként, és ha én jól tudom, amiben még rendkívüli volt ez a hétvégi találkozó, hogy nagyon sok előadás volt. Igen, a végére, a szervezés végére kiterült, hogy nagyon sok jelentkező van jó programokkal. Majdnem 30 előadást tudtunk meghallgatni, ez szokatlan egy konferencia naptól, és ezt a módszert, amit kialakítottunk az előadások megtartására, pörgős, egymás utáni előadásokra, ezt nem az, hogy szabadalmaztattuk, de tovább is adtuk rögtön a kluboknak, mert ilyen jól sikerült rendezvény már régen volt. Na akkor picikét beszéljünk a konkrétumokról is. Ugye azt mondtam, hogy jó gyakorlatok, másút már bevált olyan kezdeményezésekről van ilyenkor szó. Vegyünk elő néhányat, még most ne a szolnokiakat, amiket hoztak. Általában majdnem minden projekt, amit hoztak a többi klubból, ezek valamilyen jótékonyság öreménygyűjtő rendezvények. Van ebben hasonló, mint ami nálunk is működik, akár egy bál, egy hangverseny, vagy egy karácsonyi adventi ünnepi hangulatban megszervezett adománygyűjtések, de van közte fogyatékosok részére nagyon speciális játszóterek, egészségmegőrző programoknak a támogatására gyűjtött. Mennyire sikeresek általában ezek a programok, még mindig úgy általánosságban kérdezem. Pontosan nem számoltuk össze, de nagyságrendileg mi itt a Szolnoki Klub egy-egy évben több mint 3 millió forintot adunk át rászorulók részére, több kis összegben. Ha összeszámolnánk, ez a bemutatott 30 projekt kapcsán, illetve amit még hallunk az országban, a magyarországi disztrikt nagyságrendileg egy ilyen 100-150 millió forint értékben gyűjt évente adományt. Amikor gyűjtésről van szó és támogatásról, itt most a fogyatékkal élők is elhangzott, mi az az irány, amit általában a Rotary megcéloz? Hát ezek a gyűjtések mindig a helyi közösség számára legjelentősebb értéket, rászorultságot
próbálják támogatni, megoldani. De gondolom én most hirtelen mi jut eszembe, ha már a Hinfi szobrot mondtam, bár ott azt hiszem, hogy nem volt talán mögött a Rotary Klub, de például egy szoborállítás, Természetesen a klubok működésébe tartozik a kultúra támogatása is, tehát a helyi közösségek. Gondolok. Tehát ez abszolút, hogy azt nem mondjam, a tárház az a végtelen. Igen. Na de nézzük akkor a szolnoki előadó mit tudott bemutatni. A klubtársaim az idén a jótékonysági adventi bálunkat mutatták be, illetve az ezáltal megvalósított fő célként kitűzött NEFÁSZ programot, ami által több mint 1,5 millió forint értékben 111 gyermeknek tudtunk átadni új, jó minőségű tartós téli kabátot a NEFÁSZ program keretében. Ezzel csatlakozott a klubunk a szolnoki Szolnok segít programhoz. Na, ugye most itt elhangzott egy program, de nem csak ez az egy van. Ez azonban újdonság? Újdonság. Az idén hoztuk létre ezt a programot. Szeretnénk, hogyha ebből a következő években folytatás lenne, és ezzel a NEFÁSZ címmel minden évben meg tudnánk ezt valósítani. Éreztük már, amikor összegyűjtöttük, hogy kinek lehetne átadni a családsegítő szolgálat révén, megtalálni azokat, akik erre rászorultak, hogy sokkal nagyobb igény van a térségben erre. Na és akkor ezen a programon túl mi mindennel várja az évet, várta az előző éveket a szolnoki klub? Szóval nagyon sok minden van, én tudom, hogy szoktunk karácsonyi időszakában találkozni, sőt, mondhatjuk azt, hogy az év folyamán végig. Az idei évre már csak egy programunk van hátra, nálunk az év július 1-től június 30-ig tart, akkor vannak mindig a tisztség, az elnökváltások, és a Tiszavirág Fesztiválon van még egy fröcskinálásunk, amit szintén fogyatékosok részére szeretnénk átadni a bevételét. De hát, ha már említettem, és most akkor lépjünk egy évet, persze ez furcsán hangzik így, de mondjuk a decemberi időszakot, ha nézzük, a nyár utáni időszakot, ugye a karácsonyi adventi vásáron is ott szokott lenni a klub. Igen, tehát amiket említettél, programok, ezek, amik leginkább évről évre ismétlődnek, és minden évben próbálunk valami új programba bekapcsolódni. Most is, hogy szétnéztünk a módszertani vásáron, megfogalmazódott bennünk, hogy a advent időszakába például a pécsiek, illetve a szegediek találták ki, hogy a 24 nap alatt a városháza vagy a megyeháza ablakait kivilágították, és minden ablakot eladtak egy adományozónak, aki az adományával egy-egy cél tudott szolgálni. Lehet, hogy ez lesz az idén egy új ötletünk majd nekünk is. Hát kívánom, hogy valósuljon meg, és sok sikert kívánok a soros elnöknek és a majdani elnöknek, és hát persze minden klubtagnak a munkájához. Köszönöm. Köszönjük. Kedves nézők, ahogyan mondtam, ismételten egy olyan dologról beszélhetek, ami valahol a jótékonyság kategóriájába tartozik, mert hogy Hinfi Ferenc atya szobrát is felavatták nem oly régen is Szolnokon. A díszkútként is működő szoboregyüttes a szegényház templomosaként is ismert atyát és egy kisfiút ábrázol. Vertán György volt a szobor ötletgazdája, ő Hinfi atya egykori tanítványa. Pár perc múlva felavatják Hinfi Ferenc általad készített szobrát, amiről annyit megtudtam előzetesen, hogy 3 hónapon keresztül készült, de egy picit az előzményekről. Honnan jött az ötlet, ki keresett meg téged? Volt-e konkrét elképzelés, hogyan született meg a szobor? Vertán György keresett meg, az önkormányzat irányította hozzám, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor megtudtam, hogy mi is a feladat, és ki Hinfi Ferenc, akit a szobor ábrázol, és milyen történetek húzódnak meg mögötte. És a szobor, amíg elkészült, kiderült, hogy nagyon sok barátomnak van kötődése, vagy azért, mert hittanosa volt, vagy mert ő adta össze, vagy mert ő temette a... Tehát 25 év alatt Feri bácsi, ahogy a szolgálatát teljesítette, ugye nagyon sok emberrel kapcsolatba került, és addig, amíg én ezt a szobrot készítettem, szerencsére sokan megfordultak nálam. Ez sokat segített nekem abban, hogy a karakter visszaigazolja, hogy karakteres a szobor, felismerhető. Hinfi Ferencnek a legsötétebb 50-es években is volt, mersze többet magával kikezdeni a diktatúrával.
Talán mindig megnyilvánuló szociális érzéke is ösztönözhette, amikor társaival együtt felvállalta a csak nevében munkáshatalommal szembeni fellépést. Ami pedig a körülötte feltűnő furcsa figurákat illeti, ők nem voltak mások, mint a társadalom mély bugyrában élő elesettek, drogosok, hajléktalanok, sodródó fiatalok, lelkipásztori munkájának fő célpontjai. Őket támogatta, s nem egyszer saját biztonságával sem nagyon törődve, időnként fedelet nyújtott számukra. Lelki tartása, együttérző képessége tette nyitottá, hogy egész életét betöltötte a szolgálat. Hinfi Ferenc, római katolikus plébános, 1914. szeptember 17-én született Budapesten, Vácon szentelték pappá 1940. június 23-án, 1970-ben vette át Szolnokon a Jézus szíve plébániát, ahonnan 1995-ben vonult nyugállományba, de még éveken át folytatta lelkipásztori tevékenységét. 2001. május 4-én hunyt el Szolnokon, s itt alussza örök álmát, emlékezetét azóta is ápolja az egyházmegye. Engedjék meg, hogy én azzal kezdjem, hogy Vertán György úrnak és Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonynak megköszönjem, hogy összehozták ezt a mai napot, összehozták azt a gondolkodást és annyi embert, aki ebben a gondolkodásban együtt élheti a mai napot, aztán oly sok napot majd a későbbiekben, amellyel emlékeztetünk egy olyan emberre, akire előbb hallottuk, hogy mi mindent tett Szolnokváros közösségéért. Nagyon fontos dolog az, és Vertán György úrnak ezt külön köszönöm, hogy a szolnokiság így egy ilyen szoborban is megjelenhet. Hiszen ő fiatal emberként itt a Versegi gimnáziumban tanult, innen tanult tovább, ment egyetemre, de sosem felejtette el azt, hogy honnan indult, és sosem felejtette el azt, hogy a város, sőt az ország egyik legjobb középiskolájából béres tanár úr, béres igazgató úr kezei alól nőve ki, ennek a városnak tartozik, idézőjelben tartozik. Nagyon sokakra vonatkozik ez, és nagyon sokan tettek Szolnokért, de azt gondolom, hogy ilyenkor és máskor is mindig beszélni kell arról, hogy ez a város akkor lesz erős, akkor lesz nagy, és akkor igazából Szolnok, hogyha az itt élők szolnokinak tekintik. És nem csak szolnokinak tekintik, hanem tesznek azért, hogy ez a város haladjon, menjen előre. Rengeteg minden történt ebben a városban az elmúlt sok-sok évben. Nagyon-nagyon sok dologra emlékezhetünk büszkén, de talán arra, hogy a rendszerváltás előtt ebben a városban, ha valahol üldözték a hitéletet és az egyházat, akkor itt igen. Ha valahol nem lehetett a templomok környékére menni büntetés nélkül, akkor itt sajnos így volt. És ma ott tartunk, hogy ennek a városnak van egyházi óvodája, ennek a városnak van egyházi általános iskolája, van egyházi középiskolája, és ennek a városnak van egy boldoggá avatott Sándor Istvánja, egy boldoggá avatott ember, aki 1953-ban hasonló dolgokat tett, mint Hinfi Ferenc atya, akiről előbb hallottuk, hogy ő is az elesettekért, ő is azokért az emberekért dolgozott, akiket föl kellett emelni, segíteni kellett őket. Most már ketten vannak, akik szoborban, örök életre, itt vannak közöttünk, és a szolnokiságot, a szolnoki hitéletet, az újból éledő, erősödő szolnoki hitéletet erősítik. Nagyon-nagyon fontos dolog. Miért szerettem volna ezt a szobrot felállítani? Nekem az volt a célom, hogy akik ismertük Feri bácsit, és sétálunk Szolnokon, a szobort látva tudjunk mesélni azoknak róla, Feri bácsiról, akik nem ismerték, a gyerekeinknek, unokáinknak. Illetve, ahogy akik ismertük, jusson eszünkbe, hogy mire tanított minket Feri bácsi. Én is itt tanos voltam, tehát azért gondoltam erre. Nagyon tömören számomra ki volt Feri bácsi. Volt egy magyar tornászbajnok, aki elment katolikus papnak. Az 50-es évek nagy részét börtönbe töltötte. Egyetlen egy bűne volt, hogy felvállalta a hitoktatást, és a tiltás ellenére is tanított fiataloknak hittant. Időskorában püspöki engedéllyel, tehát 50 éves kora fölött gyerekeket fogadhatott be, illetve fiatalokat a plébániára. Én úgy tudom, hogy 27 gyereket, illetve fiatalt nevelt fel a plébánián. Volt egy segédmotorkerékpárja, erre valószínűleg nagyon sokan emlékeznek. A 70 fölött is segédmotorkerékpárral járt, mert az autóra szánt pénzt inkább szétosztotta a szegények között. Én nem ismertem nála hitelesebb embert. Mindig mosolygott, mindig áradt belőle a boldogság. Megmutatta nekünk azt, hogy Isten boldogságra hív minket már itt a Földön is. Hihetetlen kisugárzása volt Feri bácsinak,
valahogy a Jóisten szeretetét és jó kedvét sugározta ránk. Hittanóráival kapcsolatban ilyen nagyon bölcsen, logikusan, humorosan tanított minket, és nagyon gyakorlatiasan készített fel az életre. Próbált minél szilárdabb alapokra helyezni a hitünkben. Előreláttóan sok veszélyre, kísértésre figyelmeztetett, ami majd az életünk során eltávolíthat Istentől. Arra is tanított, hogy Istennek minnyájunkkal van terve, van értelme minnyájunk életének, akármennyire eltávolodunk Istentől, akármilyen élethelyzetbe kerülünk, Isten nem mond le rólunk, mindig visszavár. Áldja meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ezt a szobrot, hogy akik tisztelettel és emlékezve feltekintenek Hinfi Ferenc atya szobrára, az ő életpéldájából tanulva eljussanak az igaz és jó tettekben, eljussanak az életurának felismeréséhez, megtalálják Krisztus Urunkban az evangélium útját, melynek nagyszerű hirdetője volt Hinfi atya. Segítsen bennünket példamutató szép keresztény és papi élete, hogy a jelen küzdelmeiben az örök értékek képviselői lehessünk. Adjunk jó nevelőket, papokat, pedagógusokat és vezetőket népet kormányzására. Adjunk, hogy szolgálni akarjunk másokat a te szíved szeretetével, amit nagyszerűen példázott számunkra Hinfi atya emberi és papi élete. Add, Urunk, hogy mi is igazi jó példát hagyjunk az utókorra Krisztus, a mi Urunk által. És most meghintem a szobor kompozíciót a szentelt vízzel. Itt is látjuk, hogy itt ez a gyógyvíz az Atya kezéből áramlik a fiatal kezébe. A víz az élet és a tisztaság. Fantasztikus. A kehelyre is utal, az áldozatra is. Az az edény, amiben belecsorog a víz. Tudunk-e életet adni? Tudunk-e tisztítani, fölemelni? Gondolkozzunk el ezen, amikor most én a megáldott szentelt vízzel, megköszönve mindenkinek a munkáját, de elsősorban az Úristennek, hogy megadta ezt a mai napot, ezeket a perceket, pillanatokat, és hogy nekünk adta, nem csak 25 évre, hanem én azt hiszem, amíg itt Szolnok létezik, és ez a szobor itt lesz, emlékezni fogunk arra, aki sugallja itt a jelen és a jövő nemzetékek számára a hitet, a szeretetet és az életnek a átadásának a fontosságát, nem elítélni, hanem fölemelni, tisztítani, életet adni. Ezen gondolatok jegyében most áldja meg ezt a szobor kompozíciót a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mindig legyen örömünkre, amikor erre járunk ez a szobor, és mindenkinek nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk, és itt állhat ez a szobor. Hát ennek mi is örülünk, én pedig annak is örülök, hogy végignézték ezt a műsort. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!